Na, hát mélyen tisztelt hölgyeim, uraim, megkezdjük a Layers of Fear nevezetű horrorjátékot. Zenéje, ez tetszetős nagyon. Nekem legalábbis nagyon bejön. Teljesen oda vagyok érte. Elrontottam az előbbi matat. Ez a játék egyébként pont ma délután jelent meg. Kereken 6 darab 1000 forintért. Van némi elképzelésem a játékról, már láttam Early Access-be számítógépem. Más által játszva, és nekem rettentően tetszett. De tényleg elég komolyan űzi benne a horror és a rettegést. Más, mint a mostani már megjelent játékok. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. Hogyne, persze megérdemlem. You, there is still a way. Köszi. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Kezdődik. Mindent úgy kell, abba az irányba kell húzni, egyébként mikor fogva tartod az R2-vel. Már éppen nyílik, például az ajtót jobbra kell húzni, a ládának a tetejét fölfelé. Minden interaktív, az jó.
király. Egymásra hatnak a tárgyak. Hoppá, egy ügyvédi felszólítás kilakoltatásra. Valaki komolyan dolgozott. És kicsit érzékeny. Ó, egyelek meg, hát de érzékeny vagy. Tükörképem. Miért? Vámpír vagyok, bassza meg. Komoly mindent ki lehet nyitni, be lehet csukni. Oh, hello. Ő lesz valaki, elfejtette kisikálni. Ugye rossz. Le kell hajtani a vécülékét pisálás után. Kicsit nyomaszt az atmoszféra. Megtaláltuk a kicsent. Itt a konyha. Van egy levél. Ó, valaki szeret minket is. Tudja, hogy kezdve ezen alszunk el? Mit teszünk? Ó, pia 30 adag. Valaki szereti adni, tehát. Hát mondjuk jó is az egészséges keretek között. Mit nevezünk egészséges kereteknek. Hello. Ég, az almárium tele van gyümivel. Meg fűszerrel. Meg... Mi a fasszal? Meg fűszerrel. Kulcs az el van zárva. Tudom, már az előbb olvastam. Azért rá kellett próbálkoznom. Tehát az office azt gondolom nem itt van bent a pincébe. Mi van a gardróbban?
kurva anyára tiazgasd. Szobd le. Jó. Mi a? Na most már magától leállt. Anyádat. Pöttyet meglepett. Csávokám sokat iszik. Hello? Oh, hello? Van egy olyan érzésem, hogy mivel, hogy sántítunk, hogy mi vagyunk azok az elmaradjant festők, akik utána azt nyomozunk. Mi önmagunkat nézítve fixírozzuk épp. Ó, a frissen megnyitott planetárium tűz alá kerül. Ez kigyulladt is épp, hogy megbírtak menekülni a népek. Valaki beszorult hátulra, és jó sokan halálra égtek. Jó sokan megsebesültek. Brutál. Kávokán nem szerette nézni magát, az összes tükör be van baszva. Önök? Az ágy az is összebaszva. Kurva anyád! Gyerek, infarktus jött rám. Hello! Ó, oh, hello! Ó, de csúnya. Gyerek, milyen feje van ott fel? Rohadj meg! Nézd már! Köcsög! Kicsit félek, nem baj? Nagyon-nagyon boldogát teszem. Óha. Ajjaj. Jajajaj. Ez megette piroskát? Bazd meg. Júj. Félelmet. Rendes hívott piroska véréből. Ez ki ez az állat? De súnya fejed van, ez valami vérfarkas? Puszannom kell egy kis... Okos vagyok. Komoly. Mindent lát lehet forgatni, meg lehet nézni. Tök jó zenéje van. Nagyon tetszik. Hello.
Azért látszik, hogy az igénytelenségére van kitalálva. Hát igen. Ez egyik barátja föl van háborodva, mert a gyerekeknek szám piroska és a farkas kicsit horrorisztikusra sikerült. Jézus. Baszki. Nagyon durva. Ez vér. Jój. Lehet, csak vörös bor. Jaci, menj innen. Mi a szar? Üh. Milyen old school csörgő. Kislány volt, aki ide tartozott. Holom katona bácsi. Vetjünk le a műhelybe, megnézzük, mi újság van ott lenni. Azt mondanom sem kell, nagyon tetszik ez a szar. Brutál jól néz ki, és nagyon jó hangulata van. Az ajtó próbál neki mindig teszi. Oh, hello. Mi a fasz van? Oha. Egy rakat össze-vissza baszott beszárat. Csett. Van szárva minden. Ó! Mi más, hanem alkohol. De most elbukám, masszívan ihatott.
Valaki nem szeretne velünk beszélni. Bukám, ami sereg négy szolgáltat, mert tele van érdemrendel. Mi a picsa? Nem is így nézett ki az előtt a ház. Hoppá! Mi a geci van? Egy jó esti hakkonyi felalvás előtt. Megváltozott. Mondom, és saját magamat kergetem. Úgy látszik, itt nagy családi balhék voltak, veszekedés, komszirúknak nem tetszett. Megkértek minket, hogy kussoljunk. Nagyon fáradt szomszédok. Milyen hangja van ennek a szarnak? Hello? Jó gyerek, ez a cél alá. Sziasztok, Izo. Mi a... Kurva. Így és nyolc. Nyolc, öt, négy. Jó vagyok.
I learned that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Istenem, ez az eljegyzési gyűrű. Amelyikkel be lehet zoomolni. Az esküvő időpont. Brutál. Ez az ajtó előbb is itt volt? Nem tudom, most feltűnt, hogy ez magától így tetszik. Passzest? Az van, de hol a kapcsolat? Mit kell lennie valahol? Gyerét, Bogger. Ez mi a geció? Nő szerelmes levele hozzánk, mennyi mindent köszönhet. Szívem, szívesen, szopja a faszt. Mi ez a titkos rejtek? Besírsz. Összetesen majd. Ezt a padló nincs lesz.
Mi? Persze. Tavas annyi vízó. Dominó. Erre megint megváltozott. A kurva anyád. Gyerek, hogy megijedtem. Bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Brutális. Közben Faszikának megvoltak a saját maga útjai. A modellekkel. Tudom, az azt, hogy egy picit bepipult, mikor megtudta, hogy balé van. Patkány megégett. Kurva. Mi a... Faszom! Olyan kimenekült a képből, hogy mi? Valaki megette a képbe a pokányt. Anyádat! Gyerek, hogy megijedtem. Köcsög. Még valaki, ha mindjárt lejtem, hogy zsorszik a gyerek. Hú. Mami. Összes bőrliba lett rajtam. Még a melbimbóm is kiegyesedett. A szél félelmetes. Nagyon durva. Hello? Hello? Van itt valaki? Sír, ezt gyerek, milyen hangulata van. Játék kurva részletes. Merre vagy? Ó, gyerek. Valaki kicserélhetne igazán ezt a kibaszott izzót. Erre van. Pusikán, nem tudom lenni itt hozzá boldogságot csinálni, ne arra gondolj. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, yeah. I've seen you in my house so many times. And yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Micsoda? Soha nem merte az arcomban nézni, mióta a házadban vagyok, vagy mi van? Sose találkoztunk még. Milyen házasság az ilyen? Cicafő nagyon sír. Biztos nem jól csináltam első éjszaka.
Aha, ez is sokat sejtett azért. Ütött az asszonyt, a kislány meg ott mellette. Zára van be. Hello? Ó, már félre megyek be, bassz. Hello? Nem tudok, hogy ott rendesen. Hát szia, egyre világosabb. Egy bonent. Anyád, jó van? Vagy akkor mi a fasz? Az meg. Köcsög! Mész a kurva anyádba! Húzzunk a fénybe. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Ez most vagy egy bőrdarab, koponya bőrdarab, vagy magának a koponyának egy darabja. A jó kurva anyád. Amúgy csak szólok, hogy lófasz nem látok. Baszki lámpa, valami, akármi, bármi. Mert én tényleg nem látok, hanem lófasz se. Tava Matai Mizu. Itt nem vagyok tökösöm. Mondja, összefosom magam közbe. Geci. Mi a szar, a rug?
Jó. Alattalan álmok. Figyelj, most megmondom őszintén, elkezdtem vele játszani. Bazd meg, én ezt láttam Early Access-be. Ez egy másik srác játszott a PC-n. Hát én besírtam tőle, bazd meg, nagyon félelmetes. Folyamatában változik a háznak a formája és az alakja. És állandóan össze-vissza szaratnak. Ja, azért, mert állítgatom. Most már nem fog elmenni. Ez azért ment el a kép, hogy beállítsam, hogy lássam, amit te írsz. Egyébként nincs bekapcsolva. Ott valami kísértet volt, vagy nem? Ugye most te is látod on the free. Mit írsz? De szép köcsög. Nincs sok ismerősöm. Na mindjárt megtudod, mitől félek. A játék nem izé Super Mario. Meg rájössz magad is. Kezdje vele játszani, ezt megtudod. Vannak benne olyan jelenetek, az a jó, hogy a játék folyamatában változik. Tehát, akkor ilyenkor mérgeci van. Ugye, ahogy kinyílt közben az ajtó, ja le. Magától persze hozzáteszem. De itt van megint ez a farkas ember kurva anyja. Sziasztok srácok, Mizu. Milyen zene van az direkt? Természetesen a PX5-ös van rajtam. Gondolom, mindjárt össze-vissza fosom magam tőle. Nagyon durvák az agyok benne. Meg ezzel a mikrofon is kurva jó. Egyébként amit most olvastam, az a feleségnek és a csávónak a saját pszichológusának a kiértékelése. Az meg ez a megint megváltozott. Hallott szemből az zongorát? Nagyon kemény. Megfordulok a vizet, PX5-ösbe kurva jó a térhangzás. Kurva jó az 5.1 benne. Hallod? A csaj zongorázik a képen. Kurva anyád. Hallod, vibrál a kép. Hát figyeld már. Oda néz. Gyere. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg.
Az asszonynak könyörgött, hogy zongorázza, még befejezi ezt a képkockát. Deadwood vagy, a kurva anyád megint megváltozik. Mi lesz ebből, geci? Mi lesz itt megállt? Hello? Hello? Jaj, el akarok én menni? Ja, inkább nem, én félek. Ó, padrop. Az a bent tűzég, gondolom. Tök szép képek vannak benne. Az nem baj, hogy milyen horror, de nagyon durva. Jobban szeretem, de amikor valami köcsök szörnyelő ki, úgy egy szál minden nélkül menekülni. Mi a szar? Gyerek, oda nem megyek, megrohadsz. Biztos beleszakadunk a tűzbe. Jaj, ne! A kurva anyád! A kurva anyád, a te félelmetes rohagyjel! Kecsemő sírás, legfélelmetesebb dolog a világon. Ládából jön. Azt a kurva! Gyerek! Egyébként az Alien egyébként nekem is tetszik, meg szeretem magát a filmet is, de nem tudom. Valahogy nekem ez az egy szörnyelő menekülés és lófasszal nem rendelkezés. Én nézem valamelyik streamedet, mert még arra nem volt időm. A rohadt patki. Nézd valaki nagy buli csapott. Make-up gyorban. Ez jól összeszedte az agyát. Össze-vissza baszott mindent a szobába. Nem Jimmy. Ja, bármerre elmehetsz végül. Hát itt csak adott esetben is itt korláthoz. Vagy a patkiot bemenek, rejtett van meg. Sőt, egy mi ez? Ja, cigarettás doboz. Hello, cica. Láttam valamit ebből az androidos történetből. Hogy a Bishop-szerű androidokat kell kiindítani, basztatni. Előlük is, meg az élen elő is menekülni. Meg kipróbálj. Múltkor volt valami 10 dolláros akcióban, akkor elbasztam, mert nem volt rá pénzem. Nem volt fenn a folyószámlán lóvé. Úgy nem lett akkor megvéve.
Én hiszem, hogy jó játék, csak valahogy az a stílus, az a megvalósítás elvárhatóan. Az meg. Jobban szeretem az ilyet. Van már horror. Ez megfogott az első pillanatban, amikor láttam. Azért is vettem meg már rögtön a megjelenés napján. De szép fejed, barul. Magától becsukodott gyerek, véget van. Itt a következő klasszikus, a TikTok óra. Mindjárt ez... Elkezdi harangozni, rohadjak, hanem... Ez is elég jó dolog. Megnézem, ha nem, akkor nem nézem meg, akkor nem fogok vele játszani. Inkább valami sima gameplayt nézek meg, valami régebbit. Mert a végét nem akarom megnézni. Egyébként épp az előbb fejeztem be azért. Mad Max-et végbefejeztem. Közel 300 órával kimaxoltam. Sőt, lehet több is. Azon ott megint törik a kép. Ott visszafelé van írva. Mit nem lehet visszafordítani? Mit nem lehet meg nem tetté tenni? Mondom, hazavágta a családot. Ez mi? Még köcsök tükör. Mi a szart lehet vele csinálni? Most tegesz hisz, hogy amit kell csinálni. Nem jövök az visszaért se. Hát... igen, erősen látszik, hogy... PC port. Legalábbis az irányítás minden érződik. Plusz... a másik, amit még pluszba észreveszek, az, hogy ez a Unity motor egyébként a részletességre van teljesen szépen kihegyezve. Legalábbis a kistérben való ezt a részletesség elhelyezésére. Én nem tudok... Ja, persze. Jöjjön. Mi a fasz? Fido, gyere ide, Fido! Ja, inkább ne gyere ide, most jövök rá. Ne, Lici, ne gyere ide. Nem akarom, hogy megharapjál, geci. Jújjúj. Oda néz, a kutya ugat a képen. Kurva agár. Azt a kurva. Jézus Isten. Én is mondtam neki, ne gyűjjön ide, mert összefosom magam ekkora. Jó, sírok. Mi durva volt, mert gyerek ez a kér.
good. Jó, semmi baj. Megvárom, még ki a kijavítod, mert először úgy sértek be a lófasz se. Valaki még a falat is elkezd tenni. Mi a fasz? De ez folyamatában változik a környezet. Szép a váza, tetszik. De jól nézzük, hogy gyúrsz. Hello. Hello. Windows 10 örömei. Egyik figyelet, két az van egy azba. Hallod, de durva. Elhókám, hogyha ezt mindől festett, akkor tud festeni. Még hogy csak budjant akkor is. Ennek meg ráéleztek az arcára. Ennek meg összekeverték az arcát. Mi a kurva anyád? Hát mi? Hallod? Hova lett a folyosó mögülünk? Na ne! A jó kurva anyát. Gyerek! Úgy néz a kép csak sokkal kisebbe. Ezek a festények szopatnak engem konkrétan. Mi a szar ott van? Bár merre mész, ugyanoda vissza a játék, figyeled? Kurva anyádat. Mi a geci? Hallod? Előbb még a földön volt, szopjál le. Vennünk egy kis levegőt. Aznak úgy félek, elfejtettem levegőt venni. Szuper részletes a játék. Mész aludni? Egyébként én is mindjárt befejezem. Gyere, kinyílott az ajtó, majd rohadsz. Kibaszta valami az ajtót. Mi a... Mi a rák? Ugye ez mindenhol pia van. Többet sem volt alkoholista a festő úr.
Hello? Maximum még egy negyed óra, még visszajöttünk a mentési ponthoz, azt végeztem már, én is, mert már... Ne bazd, mi megy ott kin? Vagy be akar jönni, geci? Maradj kin, köcsög! Ne gyere be! Anyádnak, annak nyomjad. Vigyázz, vitte magával a fekete foltot a falon. Mint a dögvész. Elment, köcsög. Elte vitt magával valami faszom csíkot is. Ja, a festőny bácsi volt. A tintapaca bátyja. Jaj, csak. Én csak megnézem a bácsit. Gyere. Mi a fasz? This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Mondja az asszonynak, ez be a házba, mi vagy szar a lábam, neked kell fővinni a lépcsőn, ha beköltözünk, mint friss hánászutasok. Köcsög. Nagyon komoly. Faszos történet van mögötte. Ja, megint ez a trutty is. Kép. Ah, az korabeli ízét börtisztító őknek. A belső szépség. Minden elbjött. Annyi minden van itt. Ugye, Oblivion kapu. De szép az öcs. Hello. Ez kényszer el kell lemezt is, nem? Az az asszonynak itt azért a fésű közöttükre. Ups. Disk. Szopatás lesz, amint elkezdem leeszteni biztos. Jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Azt a kurva. Valakit megfejt vére, hogy vére tudjon festeni. Sírsz.
akkor az jól összeolvadt. Ez tömény, tömény kászány, vagy tinta lenne, vagy mint összeolvadt az egész a tűztől. A geszit ütvenítve. Látom. Most igazi. Gyerek. Gyerek, ott kell így csinálni. Nem. Ezt a rezident, olyan érzésem, hogy amikor neki a rezidente játszott, próbáltunk lejön a fejtörőkre. Legyen nézem ezt sem. Próbáljuk meg átállítani. Ugye, hol van megfeket? Hol itt? Meg lesz ez. Gyerek. Túl sok volt, vissza. El kell tenni a helyes útirányt.
rajta átkapcsolom, akkor itt hát mit reagálja? Nézd. Dumbling all around, dumbling all around, dumbling all around, it's so funny. Dumbling here and there, dumbling everywhere, and I must declare, I stepped right on her toes, and when she bumped my nose, I fell, and when I rose, I felt ashamed. Dumbling all around, dumbling all around, dumbling all... Gyerek, rendes, visszatek be az állapotába. Még nem teljesen, mert a vér, meg a mit, mert nem tudom mi az, az egy tárgy alatt. Geci, mert durva játék kovacs meg. Azért az utóbbi év legnagyobb innovációt találtam a játékba. Ami élményt. Bokádék vásznod. Az nagy büdös helyzet, hogy már itt ért véget. Alszom kicsit, mert kell. Mi holnap este folytatom, mert nekem geszire tetszik. És hát holnap este nem, mert szerintem pont éjszakás leszek. Baszkin. Nem ér, nem bántam meg, hogy megvettem ezt a szart. Jó vétel volt. Megcsináltam, köszönöm nagyon. Tökösen jó éjszakát kívánok néked. Kommunikálom, mert majd megnézem a közélien. Csá-csá.